Három helyszínt kaptunk a szervezőktől. A női Karacse fővárosban egy zenei fesztiválon lépett fel július második felében. A rangos eseményre több országból érkeztek fellépők. A dunaújvárosi Bonavox női kar két templomi és egy szabadtéri koncertet adott nagy sikerrel. A kórusvezető elmondta, hogy a körülbelül 40 perces koncertek nagyon jól sikerültek, de igazán a templomi előadásoknak volt a legjobb hangzása. Különösen a templomi koncertek voltak kiválóak, hiszen ott az akusztika annyira csodálatos, hogy gyönyörűen visszaveri a lányok hangját, és tényleg nagyon szép félórás, 40 perces műsorokkal örvendeztethettük meg a közönséget. És akkor volt a szabadtéri koncert, oda pedig egy teljesen más repertoárral készültünk, hiszen azt nagyon jól tudjuk, hogy a kórusoknak szabadtéren nem igazán jó énekelni, mert a szél viszi a hangot, úgyhogy összegyűjtöttük a fiainkat, férjeket, barátokat, és akik zenélnek, és közösen létrehoztunk egy olyan jó negyed óra, 20 perces produkciót, ami népzenei alapú. A kórusvezető elmondta, hogy a jövőben eleget tesznek azoknak a felkéréseknek, amelyek hozzájuk érkeznek, de az előttük álló évben leginkább az alapozást fogják előtérbe helyezni a folyamatos fejlődés érdekében.